1945. január 2-án kidobolták Bonyhádon, hogy a munkaképes fiatal németek jelentkezzenek a gimnáziumban a következő napon. 15 napra elegendő élelmiszerrel, két pár cipővel, meleg ruhával és ágyneművel kellett érkezniük, majd innen Bajára gyalogoltak, ahonnan marha vagonokban vitték őket az akkori Szovjetunióba kis munkára, azaz a Malenki jó robotra. Az 5 éves munkatáborból a németek egyharmada már soha nem térhetett vissza. Mindeközben az otthon maradt németeket pedig elkezdték kitelepíteni Kelet-Németországba. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi történt a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, és azt, hogy ezt a fiatalabb generáció is megtudhassa. Nagyon fontosnak tartom, hogy évről évre emlékezzünk meg. Mindig más előadót hívunk ezekre az eseményekre. Ebben az évben Udo Pörske Heimatlos című filmjét vetítjük le. 1995 óta emlékeznek a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium falai között a németek elhurcolására, kitelepítésére és internálására, mondta el nekünk Köllerni Koch Ilona. 2 éve már sajnos nincsenek túlélői ennek a borzalmas időszaknak. Tovább tudjuk adni a fiatalabb generációnak, hogy ez történt a mi felmenőinkkel, és hogy ne feledjék el. Jó lenne, hogyha ilyen többet már nem történne, de látjuk, hogy körülöttünk ismét háború folyik, és csak bízunk abban, hogy ebben Magyarország nem keveredik bele. 1946. január 19-én hagyta el Magyarországot az első szerelvény Budaörsről, amely az elüldözött németeket szállította az akkori NDK-ba. A kitelepítettek száma pedig 1947-re elérte a 200 000 főt.